A reményünk volt arra, hogy egy B-típusú sportpark tud megvalósulni itt a Bézikhem játszótéren. Ennek a pályázatnak a keretében úgynevezett ez a B-típusú park, ez egy 70 négyzetméteres felületen 10 darab sporteszköz elhelyezésére fog majd szolgálni. Ezek a sporteszközök elsősorban felnőttek sportolásának teremt majd lehetőséget, hiszen itt a testsúly kihasználásával lehet majd ezeket az eszközöket használni. Ezzel a parkkal is bővül majd a bátaszékhiek közkedvelt játszóterének szolgáltatása. Így már több korosztály számára nyújthat majd pihenési, kikapcsolódási lehetőséget. Alapvetően a támogatása a kormányon keresztül, a nemzeti sportközpontokon keresztül 100%-ban finanszírozott lesz, tehát maga a sportpark kialakítása a városnak nem kerül forrásába. A sportparkot megközelítő járdaszakaszt, illetve az ivókutat kell a városnak saját költségvetésből biztosítani, ezeket annak idején is vállaltuk. A munkaterület átadására a következendő 10-15 napon belül lesz lehetőség, akkor a kijelölt vállalkozó átvesz a területet, és hát az ő kapacitásának függvényében nagyon reméljük, hogy még tavasszal meg tud épülni ez a sportpark, és a bátaszéki fiatalok igénybe tudják megvenni ennek is a lehetőségét. A Bézikhelyen Park nem csak a mindennapi játszóterezés helyszíne, hiszen számos rendezvénynek, köztük a nyárzárónak vagy a gyereknapnak is ez a tér ad helyet. A város évről évre lehetőségeihez mérten javítja a játékok biztonságát is. Megkezdtük ennek a felújítását a kerítéseknek, mert baleset veszélyes volt, erre fogunk most egy 2 kosárnyi pénzt megcsinálni, illetve a zajhatások csökkentése érdekében ilyen labdafogó hálót fogunk még elég húzni a kerítésen. Szükséges volt a lépés a zaj miatt, mondta Bozsadik Róbert, mert a játszótér környékén lakók rendszeresen panasszal értek, és nem mehet a játék az ő kényelmük rovására. Csak a háló költségvetése megközelíti a közel 500 000 forintot. Emellett folytatódik a hinták alatti gumiszőnyegek cseréje is. Tavaly esztendőben mintegy 1 000 000 forint állt rendelkezésre a Bátaszéken működő és Bátaszékváros önkormányzat által fenntartott játszótereknek a karbantartására, felújítására. Bátaszéken 2 játszótér van a mögöttünk, illetve a jelen pillanatban, ahol tartózkodunk, a Bézikhelyi játszótér, illetve a Kolozsvári utca sarkán van még egy játszótérünk. Folyamatosan felügyeljük a játszótereknek és a játszótéri eszközöknek a minőségét, balesetveszélyességnek az elhárítását, hiszen erre jogszabályi kötelezettségünk is megvan. 2017-ben zajlott egy komplett felülvizsgálat ezzel kapcsolatban. Balesetek elhárítása érdekében folyamatosan karbantartjuk ezeket az eszközöket. A tavalyi esztendőben kezdtük meg az ütéscsillapító szigeteknek a cseréjét. Ennek megfelelően 2 játék alatt tudtuk kiváltani a homokos ütéscsillapítást egy gumiszigetes ütéscsillapítással. Ezt ebben az esztendőben is folytatni kívánjuk. 1, maximum 2 játék alatt próbáljuk ezt a lehetőséget biztosítani, hiszen ebben az esztendőben mintegy 1,5 millió forint áll rendelkezésre a játszóterek karbantartására, felújítására. Idén tervezzük még, hogy a sportpályákat körbevevő kerítésnek a felújítását is elvégezzük, hiszen az elmúlt 10 évben sajnos az időjárási körülmények egy kicsit megtépázták ennek a műszaki állapotát. Igen népszerű, azt lehet mondani, a Bézikhelyi játszótér, hiszen a családosok gyakran látogatják ezt a parkot, a gyerekek szeretik, a gyerekek körében népszerűek ezek a játékok, és a városnak is 2 rendezvénye is kötődik ehhez a térhez, hiszen a Nagycsaládosok Egyesülete és a Keresztény Gyula Városi Könyvtár szervezésében 2 esemény is zajlik. Egyrészt a Városi Gyereknap, másrészt ősszel a Nyárzáró Fesztiválnak is ez a tér ad helyszínt.